Egy gomnyomással indult el a Civakva-Cócó projekt tesztüzeme 2023. szeptemberében. Sajtóesemény keretében a debreceni városvezetőkkel közösen indították be az új, másodpercenként 1275 liter vízszállítására alkalmas szivattyút a Balmazújvárosi HTVR szivattyútelepen. Sok éves előkészítés, tervezés után érkezett el ez az örömteli pillanat. Ahogy ígértük, ugye ez év végére egy üzemkész állapotban lévő első ütem átadására sor kerülhet majd, és az a több évtizede várt pillanat, a 70-es évektől kezdődően várt pillanat, amikor a Civakvának köszönhetően a keleti főcsatornából a víz eléri a Tócó forrás vidékét, az bekövetkezik. A keleti főcsatorna azonban lényegesen alacsonyabb tengerszint feletti magasságon épült meg, mint amilyenen Debrecen fekszik. Emiatt a szükséges vizet gravitációs úton nem lehet a város irányába eljuttatni. A környezeti és energiahatékonysági operatív program csaknem 16 milliárd forintos támogatásának köszönhetően azonban mára a Tisza vize elért Debrecenbe. Azok a zöld intézkedések, amiket hozunk, azok egymást erősítik, egymásra épülnek, és egy összefüggő rendszerben gondolkodunk, de az ászlóshajó, a legfontosabb elem az a Civakva program, és nagyon nagy öröm mindannyiunk számára, hogy a mérnökök, a szakemberek ezeket a műszaki megoldásokat, a kivitelezők össze tudták rakni, és ez az 50 éves álom valóbra tud válni. A fejlesztést az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma valósította meg a debreceni önkormányzattal együttműködve. A kivitelező az Aqua General Kft. Volt. A projekt során a szivattyú telepi munkák mellett megépítettek egy 13 km hosszú, 1 méter átmérőjű nyomóvezetéket a szivattyú telep és a térségi magaspont között Bodaszőlő közelében. A víz ezen a nyomóvezetéken jut el az itt megépített 3000 köbméteres kiegyenlítő tározóhoz. A kiegyenlítő tározó szerepe kettős. Egyrészt a Civakva rendszeren belül a belső vízkészlet gazdálkodási célokat szolgálja. Másrészt a dinamikus hatásokat egyenlíti ki. A nyomót vezetéken nyomás alatt érkező víz itt nyugalmi állapotba kerül, mielőtt a gravitációs vezetéken keresztül a Tócó irányába tovább engedik. A 2 kilométer hosszúságú gravitációs vezeték után a mélyvölgyi éren keresztül már nyílt mederben jut el a víz a Tócó forrás vidékére. A projekt keretében a Tócó mentén 14 duzzasztó műtárgy és 4 fenéklépcső épült meg. Ezeknek a víz visszatartása szerepük, hiszen a Tócó ezen a szakaszon olyan nagy eséssel rendelkezik, hogy a víz túl gyorsan tovább távozna ebből a térségből. Az a lényeg, hogy a vizet itt a térségben Józsa környékén helyben tartsuk. A vezérúton egy 27 ezer köbméter víz befogadására alkalmas tározót építettek. Ennek a létesítménynek az elsődleges funkciója, hogy jelentős csapadék tevékenység esetén a Tócón érkező nagyobb vízhozamokat, belvízhullámokat visszatartsa, az alacsonyabb szakaszokat mentesítse. Mindemellett aszályos időszakban tartalékvízbázist jelent, valamint ökológiai, szociális és jóléti célokat is szolgál majd. A Tócó csatorna műtárgyainak az a szerepe, hogy mindig lehessen a Tócó csatornában vizet visszatartani, tehát a mederben ne csak az alján csörgedezzen a víz, hanem állandó legyen a vízborítottsága az egyes szakaszokon. Itt szabályozottan lehet majd a vizet visszatartani. A nyári időszakokban, aszályos időszakokban is lehet víz a mederben, nem lesz száraz a meder. Ez gyakorlatilag a Tócó revitalizációja, vagy az újjáélesztésének a lehetőségét biztosítja, és innentől kezdve a mögöttem lévő vezérúti tározónak is lehet esetlegesen nem csak belvíztározási, hanem egyéb funkciója is. Debrecen város vezetése néhány éven belül komoly jóléti fejlesztéseket szeretne végrehajtani a Tócó és a vezérúti tározó környékén. Parkokat alakítanának ki, amely kedvelt szabadidős helyszínei lehetnek a helyieknek.
Széchenyi 2020. Készült az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízásából.